Öregem. Mond. Na, akkor üdvözlünk mindenkit. Ez itt a Geek Talking Covery vagyok, és itt van velem Tipó bácsi, ez a szemüveges, és most azért jó, mert Szevasztok! ugye Spotify-on hallgatod, akkor teljesen fogalmatlan vagy, hogy szemüvegbe ülünk-e itt vagy sem, kivéve ha meg Geek Talk hallgató Hát vagy, akkor meg édes mindegy. írd le, hogy nézzünk ki, Jó, érted? tehát na, inkább ezt nem akarom, hogy a barátság megromoljon. Tehát, itt van velem Typo és Zsalekszovics, aki most mint rúg, mint rúg, vagy nem rúg, hanem mint gláz, úgy Azt néz hiszem, ki. hogy egy másodpercre bejöttünk, aztán megint papi van itt. Dehogy. Nem Nincs tudom, papi. te ráfrissítek, egy Papi. másodpercig elindulunk, látom magunkat, és aztán rámegy papi. Na most jó, és ott van egy keret a fejed. Milyen keret? Egy gyászkeret. Hát... Egy támogatónk a konzolok szervizén keret. Aj, Tipó, jó, a homlokodra. nem is érdekel. Hagyjál Hát, békén. de támogatónk a konzolok Így szervize. van, így van, Igen, annyi, hogy támogatunk. Typo már magára tetováltad. A homlokára, ő már nem bírta ennél Figyelj, jobban. az van, És teljes sellout. hogy én ezt teljesen ott, én ezt magamra tetetem. Nézd. És én mindig csak Magadra azt mondom, hogy varratok. de röhögtem, mikor ezt csináltad, hogy így beszívod. Csináltad, De hogy úgy bírom, hogy így beszívod. van, csak simán ott vagy egy keretben. Jó, úgy maradt, úgy maradt. Az. Úgy maradt. Hát jobb, mint amikor kitakarta pont a szemed, és olyan volt, mint valami cenzúra. Te hoztok. Na, mizu van veletek, fiúkák? Ez a legjobb kérdés, amit egy podcast adásban meg lehet kérdezni. A mizu van veletek, fiúkák, tehát Mizu van tényleg ez veletek, a... fiókák. Hát figyeljetek, először is hadd kezdjem egy szolgálati közleménnyel, Nyomasd, neki még. mert hogy biztosan emlékeztek Anetre, aki szokott nekünk írni, hogy együtt nézi a fiával Igen. a Geek Igen, Talkot, és hogy... megvan. És szerintem ugye mondtuk is, hogy rossz helyre írt valószínűleg, mert ugye azt mondta, hogy milyen értelmesek vagyunk, de szerintem nem ránk gondoltott, ez a másik műsorra. És emlékeztek rá, és... Mi lett, Alexa? Nézd meg! Mi lett? Te nem látod? Nem. Csak így megizzadt a szemét, ennyi történt. És a szolgálati közlemény nem ez lenne, hanem az, hogy megkért minket, hogy Jézus! Dominiknak, a fiának kívánjunk boldog születésnapot. Boldog Úgyhogy születésnapot, Dominik! Dominik, boldog születésnapot Dominik, kívánunk. boldog születésnapot kívánok én is, én most jelenleg egy kicsit széttört mesterséges Predátor! A Predátor! De nem Várj, igaz, ezt meg kell nézni. ezt nem Itt látod. nem látszik a Discordon nekünk, de... Ó, te jó ég, tényleg. De látszik, látszik. Hát már totál hőtérképre, Alex, vagy mi? Én nem Én tudom, menekülnék. csak streamen látom ezt. Tehát ezt így rendesen itt a Discordon nem látom. Na, mi láttuk. De én se. Én egyébként nekem a Ez Discordon rendes a art. kamerát. Na most, figyeljetek, tehát... Most jó? Na most most. jó, most jó, igen. Helyreállt a világrendje. Alex! I don't feel so good. Tudod, mielőtt meghal. Na most hangrendben van? Azt nézzük már meg. Csípolsz? Nem az, hogy csíprok, hangerőre gondolok. Mert hogy tegnap tök halk voltam hozzátok képest. Igen. Hallok, vagy belehallok. Teljesen jó. Jó. Oké. Okay. Dobos Dananna, Most már jó talán estét! Hangos. Túl vagyok minden vizsgán, gyerekek, igaz, még nem tudom, átmentem az utolsón. Biztos, Na, hogy hát szurkolom. átmentél. Figyelj, Dana, ha gáz van, szóljál, majd szólok a kollégáknak, hogy ereszenek Akkor át. megveszünk pénzért. Ennyi. Megverjük. Azt hiszem, az eltére jár, Dana. Tehát én ott előadásokat tartottam az eltén gyakorlatilag, úgyhogy... Jó, fokus már, tényleg már, tehát előadások. Mi Azt volt, volt ott én izé, is állandóan izé. gyurma meg fedett fest, távolba nézés szak, vagy mi? Igen. Az Gondolom eltén nem ezzel a... előadásokat tartottunk, érted, hanem oda debeltünk. Na most várjál, Ja. várj, deb! Mert most itt az alkalom. Tehát
Eddig, ha meghallgattad az összes Geek Talkot, akkor az én hangomban volt egy pici sípolás. Nem mindig hallatszott olyan durván, nem? De volt, amikor... Tehát ez egy... Végig volt a mikrofonnak egy ilyen hangja. Így van? Ez volt, mert én mindig hallottam, és a múltkor Alex mondta, hogy nem, hát semmi gond, a jó mikrofonom van. Nem. Van egy sípolás, és utána végignéztem az összest, aki tesztelte, és mindenhol volt egy sípolás neki. Most viszont nincs. Mert hogy... Tudó! Ez olyan, mint valami nagy ilyen, ma, ilyen űrhajó faj. Nem tudod, hogy mi ez? Az egy fajtlan. Nagyon durván néz ki, egyébként indokolatlanul csicsás. Asus hát, ROG Magnus. Igen. Gamer mikrofon. Gamer mikrofon, igazi gamereknek, azoknak, akiknek számít a stílus. Nem csak egy pamut vacakba akarnak nagyon beszélgetni. Gamer szájharmonika. Na most azt gondolj... Gamer is RPG világítva. Ezentúl ez lesz, ha csinálunk ilyen blokkokat, mint anno a podcastben, amit egyszer sikerült megcsinálni, az soha többet. És minden blokknál csinálunk egy ilyen... Jó ebédhez szól a nóta. Kovács Kálmán és Bazsa Margit előadásában. Gamer lapos üveg. Bazsa Margit. Na most... Ilyen neveik vannak az ilyen, ilyen nóta rádió. Bazsa Margit és mit tudom én, Szecsődi Kálmán. Na Szecsődi Kálmán, figyelj! USB-s mikrofon. Most elnézést kérek minden mikrofon. Szecsődi Kálmántól. Akarok mondani. Bele lehet dugni na. Még egy, tehát ez egy USB hub is egyben, tehát még egy, van rajta még egy kimenet, tehát a headsetemet bele tudom rúgni. Mikrofon bele. Akár. Van olyan üzemmódja, hogy ugye hát most az van beállítva, hogy egyedül vagyok. De az is lehet, hogy ketten vagyunk itt, és akkor be lehet állítani arra, hogy mind a kettőnk hangját gyönyörű szépen vegyek, képzeld el. Meg van olyan is, hogy tehát ez a full zajszűrés, mindenféle dolog van, és külön tudom állítani a mikrofon hangerejét, tudok bele ugye jacket dugni, tehát annak a fülesnek a hangerejét is tudom állítani, valamint tudom némítani, és tudom a világítást kibekapcsolni. Na most ez a másik mikrofonomból, hogy tudjam némítani meg a hangereit szabályozni, az nagyon hiányzott. És ma azon gondolkoztam, hogy veszek egy ilyen USB-s keverő pultot, és akkor majd jó, azon. Értem, figyelj, szeretnék egy dolgot megkérdezni tőled. Ilyet tud? Nem jött be. Majd mindjárt. Ja, tud, milyen? Amúgy ez milyen? Asus? Azus ROG. Csak elrakjam a show notes-ba. ROG Strix Magnus. Mi? ROG Strix Magnus? Hát igen. De ezeket tehát elképzelem, hogy... Amúgy jól néz ki, de elképzelem, tudod, hogy ülnek így egy ilyen meetingen. Hallod, van egy ilyen gamer mikrofonunk, mi legyen a neve? Hát Asus ROG, jó, ROG szériánk van, oké. Mi legyen? Asus. És akkor így... Legyen mondjuk Strix Magnus! Strix Magnus, de, nagyon jó! Hát szerintem ezért téged egyszer megütnek. Hát de most komolyan, de nem csak az Asusnál, minden. Na figyelj! ROG Strix Magnus. Tehát ez úgy jön, hogy van neki egy ilyen sornocba beleraktam. Táskája gyakorlatilag, látod? Tehát aha. Kegyetlenül jó. Tehát ez egy komoly mikrofon, érted? És van hozzá egy egész könyvecske, hogy mit tud, érted? Tehát ez nem olyan, hogy dugbass működik, hanem van hozzá, azt hiszem magyar nyelvű is, tehát van hozzá egy könyv, hogy mi hogy van. Azt hiszem van hozzá egy könyv is. Hogy nem, azt hiszem, ez itt van. Hogy működik, meg mit, hogy milyen beállítások vannak. Nekem tetszik egyébként. Én már ezt láttam, ezt a mikrofont, és hát akkor erre esett a választás. Volt több induló, de gondoltam, hogy... Fájpót, ezt láttad már, hogy én mit 3D nyomtattam egyébként? Mi az? Ezt láttam. Ezt mutogattad, igen. Kávé kapszula tartó. Papszula. Mi az, ez hol WC? Nektek milyen WC-tek van? Nem, megfogod, raksz bele zsákot, és akkor ráülsz.
ebbe. De hát hogy? Toldat Lukas. Meget... Megoldod. Megold. Tenyerővel érted, ez a mini WC. Akármi lehet, érted, mini WC. Hát de érted, még egy szemüvegtok is. Na, jó, főztem, egy, főztem egy kávét. A 3 millió dolláros ötletemet? Azért tök durva. Azért jók ezek a kapszulás kávék, mert nem nagyon lehet elrontani. Aha. És mindig nagyon hamar készen van. És ugye maga a gép is csak egy ilyen kis kicsi szerkezet, és simán befér ide a kis mini irodába. És bármikor valami van hátra, kávé, hello. Erre jut eszembe. Hát meg finom mindig. Meg finom. Tehát nem, nem tud elrontani. Igen. Bár nekem az is sikerült egyszer-kétszer. Na, képzeljétek el, hogy fitness boxingot most már tolom lassan. 2 hete. Ez ugye Nintendo Switchre. És tulajdonképpen én ezt nem nagyon tudtam elképzelni, hogy hogy van, de az a lényeg, hogy mint hogyha mi az a gitáros Guitar Hero. Igen. Gityó Hero, jó. Guitar Hero. Gigyihiri. Tehát 2 oldalt ugye van a sáv, és akkor jönnek ugyanúgy, csak ugye itt nem az, hogy milyen gombot nyomjál le, hanem hogy mit csináljál. És van ugye sima jobb balütés, akkor van ilyen jobb horog, van mi ez, ez az alsó? Felütés. Van felütés, igen. Akkor van jobbra-balra hajolás, van lefelé guggolás. Egyelőre ennyi volt. 2 hét alatt ezeket gyakoroltatta be. Ilyen, meg ugye elhajolás. És ezt mind ütemre. És akkor végignyom először egy nyújtás részen, egy bemelegítésen, ami nagyjából semmi, nagyjából 3-szor annyit szoktam csinálni, hogy ne rokkanjak le. És akkor utána pedig így zenére, tudod, ütemre kell nyomni, de közben ott áll a csaj, a trénered, és akkor így mondja, hogy jó, de kicsit, hogyha lejjebb tartod, akkor emeld fel a kezed, ne lógasd, és akkor így mutat, nagyszerű ütés volt, jó, most vizualizáld a következő ütést, és akkor jó, most kicsit lazdítunk, na és így végig, most úgy kezdtem az elsőnél, hogy 15 perc. Igen, az első 15 perc, azt is ajánlja. Igen, amiből 3 perc nyúltás volt, hát úgy fájt a lábam a 6. percnél, mert tudod, itt ugye így előre-hátra, és hát ugye a nyomatom én is. A zinak, és én azt sem, hogy 2 naponta tolom, mert naponta, tehát akkor biztos, hogy behánynék, minden nap kéne, és akkor minden nap nyilván mutatja, hogy hogyan csináltad végig, és ott is lehet írni, hogy hány kiló, milyen magas, stb. Azt is szoktam ott vezetni, de hogy ugye vettem egy csajomi okos mérleget, mert hogy Typo-nak a diétáját tolom tulajdonképpen azóta, és ugye az órával egyébként az óra rajtam van, tehát ugye ott a pulzust is nézi, meg egyébként azt, hogy mennyit aludtam múlt éjszaka. 6 órát csak. Ebből 41 percet mély alvásba. Az nagyon kevés, igen. Az nagyon kevés. És figyeljetek, mutatom a súlyom. Mutatom a falkot. Mutatom a súlyom. Hát nyilván itt kezdtem, és nem tudom, látszik-e, hogy egy lankás lejtő. Na most mondd meg, mikor megláttad a diétát, hogy mennyit kell lenni. Gondoltad volna, hogy ettől fogysz? Én mondtam Typo-nak, én ennyit nem tudok zabálni. Ez mondom, zabálás. Hát már reggeli után rosszul vagyok. De most már az van, hogyha nincs meg az időbe a kajám, akkor mondom a Vikinek, el kell menni gyereket elvinni orvoshoz, meg gyógyszert, tehát elhúzódott a dolog, és az egész elhúzódott, de semmi vész nem volt, mert a rizsfőzőm addigra már elkészítette, és melegen tartotta a rizsemet. Jó, most már ebből a rizsfőzőből elég volt. Mindjárt nyomom a rendelés gombot. Igen, és egyébként nagyon cool az egész, a mindegy. És megy, mondom a Vikinek, mondom, menjünk már, mert olyan éhes vagyok, hogy meg tudnék enni egy lovat. És akkor meghallottam a hátsó ülésre a zacskó csörgést, a gyerekek pufiztak. Mit tesztek? Tudod így? És de nem szabad, nem szabad. Úgyhogy így erre be lehet állni. Aztán este ilyen túrós cuccot ettem napközben meg. De így variálom, meg a Viki elég jól főz, úgyhogy nincsen probléma, mert ilyen fehér
boros, pulykás izébe csinálta meg a húst, de mindig rengeteg zöldséget, meg rengeteg salit nyomok hozzá. Ja, az eredmények engem igazolnak, meg ügyes igen. vagy, tehát nagyon ügyes vagy, hogy kitartasz, mert tehát ennek én megmondom őszintén, hát én azért ennél durvább diétát csinálok most, nyilván azért, mert tehát a súlyunk közt is van különbség, meg minden, de hogy ennek meg azért a gyakorlottabb vagy. Ennek a diétának ugye az a hátulütője, hogy viszonylag sokat kell készülni rá, ugye? Igen. Hogy előző nap le kell főzni a dolgaidat, ha te egyedül csinálod. De mivel tudtam, hogy neked ott van Viki, és akkor ő ugye tehát meg tudja ezeket oldani. Akkor meg a rizsfőző. Egyébként ennek nagyon örülök, hogy ezt mondod egyébként, mert én ezért hagytam abba a diétázást, mert állandóan, már semmit nem csináltam a végén, csak főztél. Sokat kellett kaját csinálni, én meguntam. De érted, tehát most ez omlet, a ketten már könnyebb. Reggel, ketten könnyebb, igen. Ketten könnyebb, úgyhogy hát én kevesebb kalóriával vagyok, mint te. De ez a fitness boxing... Egyébként azt csináltuk, hogy Viki is beáll. Mm. Tehát a Viki is nyomja a diétát, és akkor... mondja, mert ugye ő is aktívan. A Viki is beáll, és szól a Bob Marley. Nagyon jó ez a diéta. Mit kell még elszívni? Annyi zöldséget tudok. És persze, már nem ettem egy hete, azt úgy fogyok, mint az állat, nem is értem. Mondjuk folyamatosan kajás vagyok. De mindegy. És hol tartottuk? Ja, igen, hogy a Viki is nyomja a diétát, mert hogy ő eleve sportol, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor így ő is elkezdi ezt küldeni, és egyébként ő rajta is látszik, tehát az okos, tehát az alkalmazáshoz őt is, meg engem is hozzáraktunk, és akkor így váltogatjuk, tudod, ha valaki... De neki azért kisebb adagot egyen, mondjuk. Kisebbet fog kajálni. Tehát ő kisebbet fog, tehát azért neki az nagyon sok. Miből áll a diéta? Reggel gyakorlatilag én mindig eszek 3 tojást valahogy, vagy rántottával, vagy tükörtojással, vagy főtt tojással, éppen ahogy. És akkor hát ilyen sonkát szoktam alá pakolászni, egy kis sajtot és sok zöldséget, kis saláta ötettem, tehát így az egész egy ilyen bum. Most már megszokta a gyomrom, de ezzel én rendesen ilyen basszó vagyok. Izi nagyon finom a rántottához. Vagy bármilyen tojáshoz a megrillezett koktélparadicsom, az rohadt. Na, hát meg, az de paradicsomot nem eltek, várjál. Az csak reggel lehet, este reggel már nem lehet. Jó, este reggel leheted. Akkor viszont beszerzem sok zöldséget, de most már egyébként kívánom is a zöldséget, tehát így általán. Ugye kérdeztétek, hogy miből áll a diéta, Kis Gergő kérdezte, és utána úgy van, hogy eszek... Sokan kérdeztétek, igen. Sokan kérdeztétek, anyu. 3 óránként kell kajálni, és úgy mondjuk van... Ez durva. De kicsit én később kezdem, tehát nekem úgy jön ki, hogy mondjuk 9 előtt kajálok egy picivel, és akkor ez kijön délre. És akkor utána ilyen 3-4 körül, amikor már úgy... tudnék valamit nasizni, akkor nyomok egy kaját, és aztán lefekvés előtt nyomok egy ilyen valami túros, zöldséges valami. És elsőre 50 g hús rizssel is nyomom, mert én azt szeretem, aztán utána pedig 150 g-ot kell nyomatni ugyanúgy körettel, és ami tök jó, mert ugye melegen tartja ez addig ez a cucc, és akkor utána kikapcsolható. És aztán este meg ugye, amit mondtam, sok folyadék, hát az most itt be van készítve mellém a kancsó, ezt így próbálom. Az idegesít, hogy állandóan kell járnom brunyát. Igen, tehát ez a... Tehát tényleg bármit csinálok már, viszont és... annyiban jó, hogy nem ülök az asztalnál. De képzeld el, hogy bárki, akinek itt segítettem, az első volt, hogy biztos, hogy meg kell inni ezt a sokat, mert hát ő mindig járna pisilni, azt meg nem szeretné. Hát, de ez az alapja. Tehát gyakorlatilag meg ez az alapja, az hogy az a sok folyadék menjen le. Tehát az az alapja. És van alkalmazás is, hogy emlékeztesse meg mindent, de hát ez az alapja. Hát vízből vagyunk. 70-80%-ért. Meg ez normális is lenne. Persze. Megmondom őszintén, most megint kedvet kaptam hozzá, csak
az egész nap kaját készítés, ez elviszi. Hát, figyelj, amit megcsinálsz magadnak délre, azt utána eszed 10 óraira, csak megmeleg, vagy uzsonnára, csak azt megmelegíted. Tehát igazából csinálsz reggelit, amit egyébként is csinálnál, csinálsz egy ebédet, meg este összeütsz egy ilyen, de az ilyen light túró, vagy az a zsírmentes túró, azt saliha, magába is érted. Ja, tehát az nem annyira. Viszont nincs az az érzésem, hogy éh. Tehát mondom, konkrétan az volt, hogy én nem tudok megenni. Kérdeztétek, hogyha már ennyit nyomjuk meg minden, hogy nem csinálnánk egy ilyen endomondós csoportot. Zsarok kérdezte. Mi volt az endomondó? Arra emlékszem. Ez a sport fitness app, tudod, hogy ki mennyit mozog. Uh-huh. Annyi van, hogy én fitness boxing blokk, azt nem tudom, hogy lehetne mérni igazából. Ja, egyébként basszus, én is elkezdtem meg szoktam néha csinálgatni a boxing cuccot csak VR-ban. Na most a probléma az egésszel az, hogy oké, hogy rohadt fan, meg utána izomlázam van másnap, de ugye van egy hatalmas doboz a fejeden, ami fűt. Tehát azzal igazából az a probléma, hogy oké, hogy tök fan, meg minden, meg megmozgat, de hát basszus, ott izzadok. De hát a Switchre kérned kellett volna a Switchre egy ilyet. Egyébként a másik, amit még filéreként be lehet szerezni, ez a V-Fit. A fitpaddal, tehát az gyakorlatilag az kegyetlen. Mondjuk azt mindenki szereti, de azt én nem értem, kegyetlen. Hogy az a sima mérleg, az hogy a franzon működik ilyen jól, vagy miért? Az brutál, tehát az olyan jól működik, tehát mint ez az okos mérleg. Sőt, még ugye azt is megmondja, hogy rossz a tartásod, és hogy merre vagy. Vagy hogy lélegzel, az fantasztikus, nagyon jó. Kemény, mondjuk az durva. Gondolom, most már többet tud. Nem olyan drága, nem? Hát én úgy vettem 11 000 forintért a V-t, mérleggel együtt, fitpaddal együtt. Aha. Érted? Tehát ilyen 10 000 forintért lehet kapni V-t, a mérleged meg pár ezer forintért hozzád vágják, mert gyakorlatilag, érted, öreg. De az fantasztikus élmény. Jó, tehát Bernadettnél van, ő tolja vele. Azt mondja, hogy hát tehát nagyon durva. Tehát összeállítja magának az edzést benne, és kegyetlen. Mondjuk az az egyik leghíresebb víz termék. Hát az meg az a sports. Bocs, kicsit mutatnom kell magam. Igen, tehát ezek azok, amikről így mindenki tudja, hogy mik, tudod. Főleg a mérleg az, ami nagyon, nagyon ment. Mondom, nagyon szívesen elkezdeném én is a diétázást, csak már egyszer elkezdtem, tudod, és akkor abba hagytam, mert meguntam, hogy ennyit kell vele foglalkozni. Aztán ugye elkezdtem felhízni, hát én voltam, 30 kilóval voltam könnyebb, mint most. Azért az nem lenne rossz. Aha. De hát... Lehet, elkezdem majd, elküldöd nekem ezt a izét? Hát nem tudom elküldeni, én írok rád. Jó, hogy te írsz rám, akkor... Írok rád, hát akkor jó? Még ne. Ne. Csak annyit majd kell, hogy hány, tehát érted, hogy hány kiló vagy, tehát nekem csak ennyit kell tudnom, hogy érted, tehát semmit. Kaveriről tudtam, hogy mennyi, de szerintem, tehát rá neked kb. Hát nem, hát te mondtad, hogy mennyi vagy, aztán nem. Annyi. Hát majd... Majd leírod. Adj egy... Nem tudom, még én gondolom, hogy én biztos akarom, mert amúgy nem írhatom levelet, hogyha amúgy nem csinálnám meg. Alex, én voltam már 70 kiló, és most vagyok 120 körül. Hát, a sok. Én is voltam 70 kiló, hetedikbe. Én is voltam 70 kiló, harmadik. Hát, na. Nem, az ugye, hogy én nagyon lefogytam... Egy 2-3 évvel ezelőtt, aztán kicsit elbaszódott az élet, azt így hirtelen visszajött az egész. De ugyanígy vagyok én is, tudod, hogy... Így jött be az ajta, hogy hello! Hogy... A pillanatban. Ugyanígy vagyok, hogy azért, érted, tehát komolyan sportoltam meg minden, és voltam 105 kiló. És hát most ugye sok vagyok, tehát most 20-asra 124 vagyok, tehát már 5 kilót fogytam, képzeld el. És hát utána az van, hogy Bernadettel kajáltunk, meg minden, főztünk, mint az állat. És hát így ebbe aztán belement az ember. Aha. Na figyeljétek, ezt figyeld.
Ez most nagyon jó lesz a Spotify-on nézőknek. Invader azt mondja, hogy nagyon jó a polló. A Space Invaders. Space Invaders. Invader, figyelj! Ja, mert Invaders. Amúgy Tesco. Tesco. Nekem is van egy. Csak nem voltam, mert kicsit híztam meg. Na, nekem olyan nem volt. Neked meg most a Spotify-on meg itt-ott-ott hallgatóknak elmondjuk, hogy Typo mögött megéled gyakorlatilag, olyan, mint hogy ilyen harmadik típusú ne. Találkozás lenne. Typo a színeket vált. Nightclub-ba lakok, érted? Nightclub-ba lakik, gyakorlatilag gamer fényáradat van nála. Ez az okos izzó, ha nem tévedek. Igen, ez az okos izzó. De már az van, hogy Typo vett egy izzót, és rá volt írva, hogy gaming, és most ezt látjuk éppen. Tehát ha valamire rá volt írva, hogy gaming, na ez így néz ki, mint Typo-nak ott hátul. Tehát világít, pörög, forog, még azt kéne, hogy ilyen izéket adjon ki néha. Headshot, meg feliratkozó szám counter. Hilde von Zarlo, én 115 voltam, most 90 vagyok, 5-10 még lemehetne, de én ezzel már megelégszem. Hát ugye a magasság is számít, nem? Tehát azért az sem mindegy, hogy hány kiló, mekkora magassághoz társul. Meg igazából az a legfontosabb, hogy érezd jól magad. Egyébként ez bármiről el lehet mondani. Beköltöztem a számítógép házba. Kb. Két izomban. Az egészet tolom, azóta sokkal több energiám van, tehát ez tényleg van, tényleg működik ilyen szempontból. Feléleszt egy picit. Igen. És mikor könnyebb voltam, azt vettem észre, hogy meg energikusabb voltam, meg nem volt ez a fos érzés, tudod, amikor ilyen túl sokat ülsz, és akkor ez a... Nem tudom elmondani, milyen érzés, de mindenki átéli, aki nem mozog sokat. Igen. Hogy lehetne megtükrözni a... Nektek is megvan tükrözve, ugye? Nincs, az csak neked van. Meg az csak nekem van? Aha, én is tükörbe láttam magam, de tudom, hogy ti normálisan láttok, mert látok. Én is normálisan látszok. Igen. Space Invader. Akkor jó. Hát oda is van a mögéd lévő dobozra írva, hogy susa. Susa, jó, oké. Akkor király. Nem néztem is, hogy milyen Suza mikrofont vettél, érted? De jó, milyen jó ez a Suza mikrofonod, igen. Meg hogy milyen fasz a O-ball, Nintendo O-ball kartonjátékok vannak mögötted, azt nézem éppen. Adjál békén, jó? Na, nem tudok most rápiszkálni, érted? Mert hogyha behúzom ide a kurzort, akkor hol tudok veletek bohóckodni? Nézd már. De jó. Kitúrom az oldalon. Ez mindig egy minőségi adásnál. Főleg igen, akik hallgatják. Na, most akkor beszéljünk erről az izzóról. Jó? Tehát beszéljünk erről az automatizálásról. Alexa, intruder alert! Ja, az nem hallatszik bele. Te nem vagy igazi main. Hey Google! Turn off the lights. Ó, és lekapcsolódott a lámpa. Typo durván. Sötét. Hey Google! Turn the lights on. Okay, turning two lights on. De menő valaki. Nagyon jó. Na. És ezt meg tudod mondani azt is, nem? Hogy mondjuk a, mit tudom én, a bedroom vagy... Tehát, hogy igen. Így van. Tehát szobákba lehet rendezni. Mond? De figyelj, a bedroom, ennek lehet ilyen izét csinálni, ilyen custom, hogy mondasz valamit, és arra beállítod, hogy mit csináljon. Nem? Mert ezzel szórakoznak ez az intruder, hogy most néztem, hogy megvan adva, hogy 10 másodperc, ki mondja ezt, aztán átkapcsolja a lámpát, mikor ezt mondod neki, ilyen lehet beállítani ott is, nem? Hát mindent, az a lényeg, hogy bármit beállíthatsz igazából. Az úgy van beállítva, hogy képzeld el, hogy reggel, tehát mire föl kell a nap, akkor imitálja a napfelkeltét. Mindjárt mutatom, jó? Hogy van az. De ez most nem tudja imitálni, de úgy van beállítva, hogy reggel, ahogy a nap elkezd fölkelni, you've been. Ahogy a nap elfelkelt, írtál neked a Google pén. Tehát gyakorlatilag ez a Sunrise. Köszönjük szépen, Enfi, aki isteni csípős. Hogy bedobtál $2? Ez új lett a szövegünk, vagy mi? Nem, ez mindig ilyen volt. Ez pedig a naplemente. Éjszaka? És az a helyzet, hogy vannak
Hát de várjál már, és éjszakára kapcsolod, és kék fényt nyomod, hát akkor kéne sárgát nyomatni. Nem, ez nem olyan kék fény, egy picit más ugye itt a kamerával. Tehát ez egy ilyen nagyon kellemes fény. De én egyébként én fölvettem, mint az állat, egyébként ugye ez ilyen. Tehát ilyen nagyon pici éjszakai fény, inkább ilyen lila. Romantika. Egy bajom van ezzel az izzóval egyébként, nekem is ugye ilyen van. Hogy? Hogy a minimális fényerő túl nagy. Ja, hogy nem lehet lejjebb venni? Azt kell csinálni ilyenkor, hogy kimész a garázsba és a biztosítékot lenyomod. Hát mondjuk lehet tudom kapcsolni, az egyszerű megoldásnak tűnik, de... Azt mondod? De hogy a skálázhatósága tök jó, viszont az alacsony tartomány legalsó része, az nem annyira durván alacsony. Hát ez egy tár. Igen, tehát hogy ez nem alacsony, nem annyira alacsony. Viszont cserébe nem vakulsz meg, tehát hogyha fölkapcsolod a lámpát, akkor is tök jó fény van. Amúgy ilyet szeretnék. Hétrugó. Ilyen olcsó? Igen. Aha. Azt hittem 15. Nem. Azt akartam pont mondani, hogy 15-öt nem adni. De mondjuk 7 az nem olyan. Szerencsére nem is kell. Csak azt nem tudom, meddig működik. Vajon. 10 év. És évente $1 20 centi. 20 cent a... 20 centi? 20 cent. $1 20 centi. Évente $1 20 centi? Hú, akkor veszek párat. Ez valami növesztőszer? Fog már belé. Amiben mostanában belevágtél, nem elemes? Nem elemes, ja. Nem elemes. Na, és tud zenére is mókázni, tehát gyakorlatilag ilyen diszkóba érzed magad. Egyébként, hát fantasztikus. És akkor az a helyzet, hogy le kell tölteni hozzá, vagyis hát nem hozzá, de ez az IFTTT applikációt. Figyeld, és most be fog zoomolni. Vagy mi? Fókuszolja, igaz? IFTTT. Ez az if, then, that, dizé. Ha valami van, igen, akkor megtörténik az. És itt, tehát gyakorlatilag hihetetlenül sok mindent be tudsz állítani, meg létre tudsz te is hozni, te is ilyen feltételeket. Tehát, hogyha én azt mondom a Google Home-nak, hogy hey Google, I'm heading out. Okay. Have a great day, Norbert. Akkor ugye lekapcsolja. Igen, Norbert. Hey Google. Turn the lights on, please. De azt be lehet állítani a milyen márkájú ez az izi, ez a Xiaomi, nem? Xiaomi, ha. Igen. Mert ott be lehet állítani azt is, hogy akkor kapcsolja le, amikor hazamész, meg akkor ki, amikor el... Sharpshooter azt kérdezi, hogy ez az app, amivel vezérled az izzott telefon, függő már, mint iOS vagy OS szempontból, van Android és van iOS-re is. Igen. És ez az, viszont ez az IFTT, ez csak Androidra van, én úgy tudom, és most valamiféle támogatás jött iOS-re is, az valami az Apple saját megoldása, de a Google Home, hát van ez az IFTT-nek az Apple verziója, nem tudom ott, hogy hívják most hirtelen, de ugye a Google Home app-pal is meg tudod ezeket a funkciókat oldani valahogyan, illetve ugye magában az alkalmazásban ez, hogy romantikus, meg mozi, meg automatikusan bekapcsoljon, kikapcsoljon, ez a gyáriba is benne van. Egyébként nekem nézegettem, hogy tök jó, és ott írja, hogy a porszívódat szinte mindenhez hozzá tudjuk rakni. Alexa, Google Home, még volt ott kettő másik, de Apple nincs. Tehát Siri nincsen. Kösz Apple, tök jó. Igen, szinte mindenhez. Csak akkor nem, ha iPhone-od van. Ami csak azért szar, mert az embereknek a nagy részének van iPhone-ja, de hát mindegy. Igazából. Amúgy már biztos, hogy nem veszek még egyszer iPhone-t, az hódzier. Hát mostanában én sem. Tehát nekem elég volt ebből, ebből a downgrade-elésből. Nem, mintha többi cég nem csinálná, rendben van, de ott tudok visszaépíteni itt meg. Hát igen. Ugye az már azért nincsen, hogy mert ott hogy ez mennyire drága, ez meg mennyire olcsó, mert tökre nem. Tehát, hogy ha androidos olyan telefont veszel, az sem lesz olcsó.
Hát nem. Viszont mondom, tehát nekem például azt tetszik az Androidban, hogy ugye teljesen ilyen Windows-szerű, tehát újra rakhatom, azt csinálhatok valamit akarok. Tehát ha például van egy verzió, ami szarabból fut, akkor bármikor visszarakhatok egy régi. Ezt iPhone-nál is meg tudom csinálni, annyi különbséggel, hogy mindenem odaveszik, össze-vissza kell törögetni az iTunes, tudod? Tehát, hogy ilyen, igen. Ilyen nagy parádé az egész, mire megcsinál. Borzottál. Borzadály. Na, borzadály. Tehát nagyon jó. És be lehet állítani tényleg olyat, hogy befordulsz a sarkon, és fölkapcsolja a villanyokat. De azt hogy érzi, vagy mármint hogy állítod be? Hát ezzel a IFTTT-vel. Mi a lámpának a neve? Azt kérdezik meg én is. Hát ez a E-Light. E-Light, Xiaomi. Istennel, mindjárt jövök telefon. Halló. Nem. Tényleg. Nem. Nem én voltam. Hát együtt mentünk el. Nem emlékszel? Na. Nem én voltam. Hát minek mente? Együtt eljöttünk kész. Hát nem jó, ha tudod, hogy nincsen ezém ablaktörlő lapátom. Hát nem járkálok autóval. Biztos visszamegyek ezért, hogy ezért rajzoljak a kocsidra. Hát nem bő. Ugyan már. Lement minden képzésem? Na? Igen. Tényleg? Igen. Jó, ja, nem is mondtam nekik, hogy nem én leszek, mert nem jöttek volna el, érted? Jó van akkor. Igen, vannak jók, igen. Aha. Na, Laci, streambe vagyunk, leteszem, jó? Hogyha csak ez van, a pénisz van a kocsidon. Jó, hát ezt most elmesélem akkor. Na, csá-csá! Jézus. Én a talpának... Bár, bocs, figyelj! Nem vagyok néma, mindent hallott mindenki, Alexékat nem halljuk, de engem igen. Szóval mindenki hallotta, amit én mondtam nektek, amit én de... mondtam streamen kívül, titeket viszont ne. Hát ez hogy a fenébe? De miért mit mondtál? Én azt láttam, hogy telefonálsz. De a streamlogba nem vettem le. Na, hát ennyi. Gratulálok. És mit mondtál? Nem kell mesélni. Na hát akkor most nektek elmesélem, a kollégám hívott. Ja, te beszéltél hozzánk is? Nem beszéltem hozzátok, én telefonáltam. Na mindegy, szóval na, az a ja, lényeg, hogy... Ja, és a streambe lement! A streambe lement egy az egybe. De miről dumáltál? Remélem ilyen nagyon cringe, ilyen... Nem, hát a kollégám hívott föl, hogy én rajzoltam az autójára egy orbitális péniszt.
És hát és nem, mondom, nyilván nem, hát én itthon voltam, mondtam neki, hát együtt jöttünk el, nem emlékszem. Nincsen, nem megy az ablaktörő lapátom, de biztos visszamegyek az iskolába, hogy neki egy érted, hogy rajzoljak a kocsijára. Na mindegy, most ő csinálja a felnőtt képzést, úgyhogy megbeszéltük, hogy jön-e mindegy, hogy rendben volt-e minden, úgyhogy ilyen, nem volt semmi. Mondjuk én a hotkey-t, amivel lemutolom magam DC-n, ugyanarra raktam izém is. De nekem nincsen ilyen hotkey-en meg semmi. Ne, itt érdekel engem. És akkor így izé mondtad volna, aha, hogy igen, jó napot, aha, hogy gambling, aha, persze, jöhet, mennyit is? Nem, az így veszed fel, ah, nem adok érte annyit, egy 120 millióra gondolt. Milyen jókat feltételez rólam, ugye? Hogy milyen jókat fel... Igen, mert hát mindig így tudod, na, tanári fizetésben érted. Igen, ez mindennapos. Tehát egy új BMW-vel jár gyakorlatilag. És hát mindig így mondom neki, jó megy, figyelj, jó megy tanári fizetésbe, tehát ezt én mondom neki, érted? Ja. Én megmondom, nézd meg, látod, én meg ezzel járok, látod, ezt ugyanúgy. Erre jut eszembe a tanári fizetésről. A srácok, aki eddig még nem tette, csináltunk Instagram oldalt, és oda kippattintjuk a streameket, meg hogy nagyjából mi várható, és aki még esetleg nem tette, az és van hozzá humorérzéke, mert használja az Instagramot. Fizetésre jutott eszedbe. Akkor igen, mert kommentelték, hogy tanári fizetésből, és akkor typo meg így mondta, jaj már. Hogy oda kommentelt, hogy jaj, de unalmas. Tényleg valami tipó, rakjál már ki. Kifogok, de nem tudom még a Geekboxos belépés, de fogok csinálni. Tehát már most csinálgatom. Hogy nem tudod? Hát posztoltál is rá. Én. Aha, azt a flat late. Azt a sajátomra posztoltam. Milyen flat late? Hát a hátteredet. De a sajátomra posztoltam. Csak belájkoltad. Milyen flat late? Mi van? Hát semmi, fotóztam, csináltam fotót. Figyú, a Geekbox videó. Oké, jó, ne így mondd el. És a jelszó, várj, némítsd le, mint az előbb, és a jelszó. Némítsd minket le, nehogy álljanak. Mindenkinek elmondtam, csak nektek, nem? Hogy mit beszéltünk ilyet. Linkin bio, igen. Linkin bio. Linkin merch. Küld már át, aztán kiteszem. Nem kell átküldeni, ki van pinálva ide a jelszó, ugyanaz, mint ahova belépsz máshova. Hova van kipinálve? Discordra. Ja. Kipinellek én mindjárt titeket. Írja Bernadett. Csúcs vagy, annyira izgultam, hogy ne buzisz, köcsögözz. Nem, mint ha szoktál volna. Hát mondjuk most, hogy belegondolok. Nem szoktam soha. Nem. Soha. Ja. Vágom. Hallja. Annyira nem szoktál, hogy valami ilyetetlen. Jó, fog már be. Hallja. Mi az? Mi történik? Akadoztok nekem össze-vissza. Neked. Majd... Majd nem fogunk. Órán is így nevetek, nem, órán nem. Smoky jazzzel fogom. Órán nem nevetek, órán mérges vagyok. Sírok. Órán mérges vagyok, és órán mérges vagyok, és így szerettetem meg magammal a gyerek. Igen, így állandóan, csak szúrom őket. Hova? És mint a South Park-ba belész, zavasztok kis pöcsök. Na hát látod, erről van szó, tehát nem tudok mit csinálni. Nem tudom megnézni azt a nyavajás jelszót, küld már át Facebookon privátba. Mert az egész, érted? A képernyőmet veszem föl. Vagy betűzd le itt szóban, és akkor nem senki nem tudja. Senki nem tudja. Olvasd le számról. Figyú már, majd mindjárt kirakok én akkor egy képet, és nem merem, nehogy bejöjjön oldal. Jó, figyelj, várj. Átküldöm neked a képet, amit akarok kirakni, jó? Azt tett ki. Jó? Oké. Várjál. Így élőadásban mindenképpen ezt toljuk. Főleg, hogyha visszahallgatsz minket Spotify-on. Igen, kedves Spotify-os. Most a Spotify-on vagy.
vagy iTunes-on. Menj föl az Instára és keresd be a Geekbox videót. És kövess be a feedjünket. Non egy már nyomott egy rendkívül jó klipet. Hát ez nagyon jó, ez a kép. Nézd! Fog neki, mint Alex, hogy ezt fogom kirakni. Látod? Nézzétek már a képernyőt. Aha, ezt rajzolták neki a... Ezt rajzolták a szélvédőjére. Oké. Na mindegy. Egyébként a Facebooknak ezt az alkalmazását nem annyira komálom, mert tök nehéz benne kiigazodni. Már, vagy nem tudom, hogy ez... Vagy veletek ez nincs így, például, hogyha Messengeren le akarsz menteni egy képet, akkor hosszan nyomod, vagy annyira nem intuitív valahogy a felület, hogy ez valami egészen extrém, legalábbis számomra. Ja. Discord Terrier. Le volt valamelyik telefonom, le van töltve a Discord. Nekem akadoztok, gyerekek, én alig értem, amiről beszélünk. Tényleg? Aha, hát azért borzod, nem válaszolok meg, mert egyszerűen össze-vissza akadoztok nekem. Tehát egyik pillanatban így, jó, és akkor az történt, hogy... Hogy jutott? És ennyit hallottam a sztoriból, azt nevettek, hát de jó a sztori. Hát nagyon jó. Áó. Fő vagyok töltve, föltöldődök valamitől. És ráz össze-vissza minden vacak. Úgy feltölt. Úgy feltölt, mint az állat. Ja. Fél. Na, kipattintottam ezt a képet, amit Typo készített. Ez zseniális. Alex, neked fönn van az Instagram? Mi van fenn? Az Instagram fönn van? Nincsen. Majd lesz. Jobb is. Ja, akkor... Semmi. Na, én egyszer leszettem, de olyan hányad. Én nagyon nem szeretem. Nekem olyan cringe az egész. Nem tudom, már nem az én korosztályom szerintem. De nyilván leszedem, hogyha oda posztolgatunk cuccot, úgyhogy majd... Csak először a depresszióból kijövök, elmegyek pszichológushoz, az jöhet is a... Hova van kipinelve a jelszó? Az jöhet is az is! Szupi mupi. De hogy? Van egy ilyen kis pin jel, ugye a Discordon, és akkor ugye ott, amire rákattintasz, és akkor ott mutatja, hogy mi van. Ugyanaz, mint a Twitch-é. Alex, kár, hogy nem hallottad, mert megismételhetetlen sztori volt. Jött, abszolút. Kicsit sajnálhatod egyébként. Főleg egy podcastben. Azt mert tuti nem hallom még egyszer. Elveszett. Jó, igen. Tényleg nem visszahallgatható. Hát ez a baj. Mi volt itt egy kérdés egyébként. Typo, milyen korosztály tanít, és milyen tárgyból? Már ha publikus, persze, hogy publikus. Láttátok? Valaki követ. Valaki követett, láttátok? Nem. Villódzott a lámpa. A szobádban. Valaki követ, és tudod, ilyen paranoiás. Azért mondtam, hogy egyedül vagy a szobádban, nem láttam semmit. Nem, Twitch-e, ha valaki elkezd követni, akkor villódzik a lámpa. Durva, mi? Ja. Hát... Ez kicsit egyrészt tök jó, másrészt valahol nagyon szomorú, nem? hogy így, tehát az lenne, hogy ez állandó, mint a stroboszkóp epilepsziás rohamot kapunk tőle mindenki. Igen. Úgy kell megkövetni. De egyébként ez az egész ilyen, az egyrészt nagyon jó, másrészt nagyon szomorú. Hogy miért nem vereti az egész végig a villany boiler. Viszont Nagy Gábor megdicsért engem. Igen. Miért? Azt mondta, hogy tetszik a sapi. Egy pop, pump up the head.
Az tényleg jó az a sapi egyébként, de olyan, mintha a Glass cosplayeznél. A Glass, igen, csak nekem ez az előtt megvolt, hogy tudtam, hogy ilyen sapi van a Glassnak. Innen is látszik, hogy vérglász. Vérglász vagy. Na jó, vérglász vagyok. Vérglász vagy, igen. Jó, nem kell kimondani a teljes rejzőt. Vérglász main vagy, tulajdonképpen. Vérgáz vagy. Képzétek el, ha már Glass. Ugye most itt rainbowzgatunk minden, és akkor beszéltük, hogy hát mennyire gáz vár, hogy rankrendszer, meg hát nyavajogtunk össze-vissza, tehát én legalábbis mindenképpen, és aztán így gondoltam egyet, így gondolkoztam rajta, hogy mondom, hát régen így például, hogyha cségóztunk, akkor azért voltak taktikák, amiket megcsináltunk, odafigyeltünk, hogy honnan megyünk be, infóztunk, stb. Tehát, hogy így, és ez nem az volt, vagy ezt nem azért mondom, mert hogy így ilyen nagy prők lettünk volna, hanem hát mert egyszerűen ez így ment jól a gémes. Meg nagy prők lettél. Hát iszonyat nagy prők vagyunk, na. És aztán ezt így Rainbow-nál így tökre nem csináljuk. És akkor így eszembe jutott, hogy hát miért nem? Akkor egy kicsit javítsak a technikámon. Gondoltam egyet, és így megnéztem így videókat, hogy miket lehet csinálni, hogyan tartsad le, mit pikkeljél, melyik fegyverre mit rakjál. Mit pikkeljél, és ott így jött Dick pick. És kiköltözgettem, hogy operátorok telefonjaira. Dick pick. És azt kell, hogy mondjam, hogy tehát ilyen látványosan megy fölfelé most így az eredmény. Tehát ugye ilyen Bronze 3, vagy mi volt legutóbb, és most szóloztam, és Silver 3. Nem tudom, de jó volt a mai game egyébként, tehát holnap is tolhatnánk reggel ilyet. Aha, egy-két nap alatt. Vagyok. Tudunk holnap ilyen, tehát hogy várják a nézők. Rájössz holnap. Az holnap kiderül, hogy én ráérek-e holnap. Még egyelőre nem mondanék rá semmit. Utólag kiderítettem, ugye neked pénzbe kerül az SMS, úgyhogy ne SMS-t írj. Viszont most küldtem neked FaceTime-ot, azt megkaptad? Nem. Mi? Nem is értem. Nem. Hát nem kaptad meg? Nem. SMS-t kaptam. Hát azt mondom most, hogy hol vagy. Nézd már meg, mert most iPadről írtam neked. Ahon vagy, dude? Aha. Azt megkaptam ugyanúgy, azt csipogom. Na, hát akkor én is iPadről tudok. Akkor igazából... Ja, iMessage. De ugye ez az iMessage kár, hogy nincs egyébként izére, Androidra. Ez nem jó. Pedig tök jó, csak hát nyilván nem akarják lenni másra. Meg például tudod, mit nem értek? A Google-nél miért nem csinálják azt meg, hogy kötelezően belerakják? Tehát, hogy kötelezően benn kell lennie a rendszer valamilyen saját hasonló messenger. Na igen, és akkor az az összes Androidon ott kötelező lenne, hogy elérhető legyen. Ja, egyébként lenne. Nem tudom, hogy miért nem csinálják ugye ezt, hogy az iPhone-nál ezt azért kezdték el csinálni, mert mint ilyen feature, hogy hú, de király, hogy van ilyen, és ugye senki nem szereti ezeket beállítatni, meg nem tudja, hogy van, úgyhogy autóra beállít mindenki. Igen, de hogy érted, hogy most már azért az internet kapcsolat elég alap, hogyha belegondolsz. Igen, és nem igazán értem, Várj, hogy... tehát van két Samsung között is van ilyen. A Samsungok közt is van ilyen. Hát jó, persze, WhatsApp-ba tudsz izélni meg ezekkel, de... De hogy miért nincsen azért, hogy minden Android-a sor rajta van, kötelezően egy darab app. A messenger, működik a messenger. Hát mert ott van az alló, vagy mi a túra, amit most lőttek le, az is, az lehetett volna egy ilyen, csak akkor miért nem forszolták, hogy figyú, minden Androidon fönn van, és ennyi. Apple-nél senki nem reklamálja rajta van az iMessage, hanem tök örülnek. Mondjuk az Apple nem az adataidból él. Lehet, hogy ezért. Nem baj. Hát de most egyébként akkor is. Két Samsung közt is ingyen küldünk üzenetet a családba. Jó, de milyen appal egyébként? Mivel küldetek?
A Dávid Magyar. A Dávid Magyarja. Bocs, próbáltam kimondani. Mert hogy egyébként Androidról az alapvető ilyen message alkalmazás az ez igazából csak egy, tehát mi az, csak egy sima üzenetek. Viszont képzeljétek el, ugye ebbe a Mate 20 Pro-ba most így van egy, most fedeztem föl, hogy van olyan, hogyha telefon, például nem, lehet ez egyébként minden Androidban most már benne van, és én most erre rácsodálkoztam, de hogy például mutatja azt, hogyha volt egy nem fogadott hívásom, akkor hány másodpercig csörgetett az illető. Igen, ez benne van. Aztán ugye az is benne figyel, hogy így pedig ezt gondolkodtam rá, hogy mi is volt, várjál. Hát ugye a figyel. Ja, igen, az is benne figyel, hogy meg tud csinálni azt, hogy mondjuk spamel. Tehát, hogyha mondjuk ez a hívás téged spamel, és téged zavar, akkor le tudod tiltani. De hogy ezt automatikusan így fölajánlja, ami számomra egy kicsit fura volt. Aztán még amit fölajánlott, hogy például a Google-től kaptam, tudod, ilyen autentikációs belépős passwordöt, ott pedig egyenesen írta, hogy ki akarom-e másolni. Aha. Tehát, hogy van benne egyfajta ilyen... Hát ez az AI. Kicsit ilyen intelligens AI-szerűség. Hát ez van benne, egy ilyen AI chip. Érted? Igen. Igen. Na de ehhez minek kell chip? Én azt nem értem. Ez nem csak egy bullshit valójában. Nem, ez nem az. Ez nem az. Nekünk van benne egy AI chip. Nem, mert az enyémben is van, és ugye a szokásaidat, a felhasználási szokásaidat, azokat ő szépen kitanulja. Érted? Aha. És azokat az alkalmazásokat, amiket mondjuk megnyitogatsz, hogy az sokkal gyorsabban nyitja meg. Tehát ez mérhető dolog. Tényleg? Mhm, igen. Tehát ez nem bullshit. Ez nem. Nem csak arra való, hogy nem csak arra való, hogy rámutatsz a kamerára, hogy növény, az felismeri, hogy növény. Hanem, tehát ez egészen mélyen gyökerezik, érted? Jó, mert annak mondjuk egyébként sok használt eddig még nem láttam, tehát ez a... Jaj, de jó, hogy benn van, de amúgy akár érted, nem is kell. És rámutatok egy iPod, egy ilyen AirPods-ra, és akkor megmutatja, hogy hol vehetem meg. Ez mondjuk poén, de ezt hányszor használom, soha. Megmutattam a haveroknak, hogy nézd már, mit tudsz. Jó, de mondjuk sok ilyen feature van, amit így beleraknak, tök király, de van benne egyszer valamikor. Asszisztens is van benne. Ez értelme. Abban az mondjuk borzasztó vagy, az semmit nem tud az asszisztens. Az próbált ki, az tud hívni. Tudom, én próbáltam. Igen. Az tud hívni, aztán ennyi. Megkérdeztem tőle, hogy mit tudsz. És akkor így nem értem a kérdést. Ja, mondom, jó, aztán nem is nagyon tesztelgettem tovább. Megfogtad az pű. De hát ez inkább csak ez a hanghívásos dologhoz van hozzá. Tehát az, hogy kéznél persze. Tehát ez nem egy ilyen Google asszisztens, hogy hey Google. Na jó, csak tök lelomboz. És hey Google is bekapcsolt. De hogy így egyébként ez tök lelombozó, hogy van benne úgymond egy ilyen durva valami, ilyen AI, és akkor... Nem tudsz vele beszélni. Nem tudsz vele beszélgetni, hát akkor miért van? Igen. Mindjárt megnézem, hogy ezt hogy kell elindítani. Mit kell neki mondani. Kaveri, fogd fel az AI chipet úgy, mint egy célfeladat ellátókórat. Ja, ezt így, én is így képzelem el, csak nekem kicsit valószínűtlen meg tűnik. Nekem is nagyon most. Kaveri, képzeld, jó, ez nekem is nagyon valószínűleg. Most bejött az AI. De most jó volt a már vége. Hogy kell fölébreszteni őt? Mi a parancsszava? Was Hey Amy. Amy a fogás. Nem, valami, tehát van valami női neve van neki. Hey Siri. Hey Ribi. Hey Arnold, ja? Az ilyen jó egymese volt.
Én szerettem. Jó, nekem te ne hazukkálja, jó? Hogy szeretted. Utáltam. Na, azért. Rakad szarót. Na, és egyébként, aki lemaradt róla, Bad Company 2-ztünk. Tegnap? Vagy mikor volt ez? Tegnap volt, nem? Azt hiszem, tegnap volt. Uh-huh. És most így visszanézem tegnap a streamet. De azért ez egy tök jó dolog. Tehát ilyeneket egyébként mi kutathatnánk, kereshetnénk ilyen régebbi feelinges dolgokat, ami még működik. Csak gondolkoztam rá, hogy mi volt az, amit régen, hogy nagyon sokat toltuk, és itt bedobták, azt hiszem, Telegramon, hogy PD2, de hát ugye ezt múltkor próbáltuk, de az annyira nem adta. Kicsit már ilyen... Tehát ott az a PD2 valahogy úgy nem működött már, nem? Nem, az nem működött. Az valahogy ilyen olyan érzésem volt, hogy legyen már vége. Az nem volt jó. Én szerettem a PD-t. Szerintem jókat toltunk vele. Szerettem én is, csak most, hogy újra kipróbáltuk, így már egyáltalán nem jött be nekem. Legalábbis. Minecraftot miért nem folytatjátok? Jó kérdés. Nem jutott eszünkbe, figyú, Sea of Thieves-et is most kapartuk elő. Alex, neked a Rust egyébként megvan? Hát a Rust... Rust Putyin. Mondd meg vajszint, hogy a Rust megvan-e neked. A Rust megvan? Megvan. Ugye? Na. Mert ott is ugye teljesen kicserélték a motort, én úgy tudom. Igen, most már Kawasaki-val megy. Az amúgy ingyen van arra, nem? Nem. Nem. Most onnan jutott eszembe, hogy láttam egy videót, amin rásztozott a csávó, és én régen úgy emlékeztem, hogy ez ilyen ótvarcsúnya játék, és most is. És nem, de itt egy kicsivel jobban nézett már ki. Ilyen talán kicsit meseszerű volt. És vicces volt, mert az volt benne, hogy majd átküldöm a videót, nézd meg, hogy rásztozott a srác, és egy ilyen, ugye ott úgy van, hogy ilyen építgeted, ugye nyilván az is ilyen túlélős, és semmivel kezded, és akkor építesz magadnak bázist, viszont a bázist úgy megcsinálhatod, hogy ilyen számkódos, vagy ilyen számodra elérhető helyek vannak csak. És akkor jött egy csávó, aki oda ment az egyik ilyen bejárathoz, hallgatózott, és amikor jöttek ki, akkor így lezúzta őket. És aztán elkezdte lootolni a cuccaikat, ők persze bent élettek újra. Látjátok? Feliratkozás? Valaki követett. Tehát, hogy ők persze... Persze bent élettek újra, de akkor már így addig lövöldözte őket, ameddig szét tudta ütni a spam pontjukat, az ágyat. És iszonyat vicces, meg egyrészt iszonyat szomorú is volt az egész, mert a végén a srác már sírva fakadt, egy ilyen kisrác. Jaj, igen, ezt láttam én. Azt láttad? Ja. És már végén már sírva fakadt szegény, és így... De okos volt, ügyes volt, így mondta így, hogy kössünk kalkút, odaadom ezt, meg odaadom azt, meg odaadom amazt. Tehát, hogy ilyen vicces volt az egész. És na mindegy, a lényeg az egészben az, hogy valahogy úgy jött le, hogy ez nem egy rossz játék. Meg lehetne próbálni, hát ha esetleg, nem tudom, van benne pár óra, amit így el lehetne fanolni. Hát van benne pár óra, csak... De játszhatunk. Én játszottam vele. Tudod, kikkel játszottam? Molnár Krisztiánékkal játszottam. Rásztott utoljára. Nem mondod. De. Hát hogy keveredtél te a Molnár Krisztiánékhoz? Akartam kérdezni, megint van új munkád. Hát semmi, hát itt oda keveredtem. Érted? Aha, csak úgy oda keveredtél. Aha, ezt... Nem, de. Ja. Már csak úgy oda keverednek a számára. Nem, hát... Hogy? Nem, hát ismerem Patuskát,
És hát ő rasztozott mindig, aztán jó, egyszer mentem én is rasztot, nézzük meg, hát aztán neki nagy haverja Krisztián, jött ő is, és akkor így kipróbáltuk. Nem egy rossz játék egyébként, de hát így, na. Hát ott azért annyira... És Patuskával még tartod a kapcsolatod? Persze, de már mostanában nem nagyon dumálunk, hát nem. Nem az igazi. Az a Patuska az annyira unszimpatikus, így a videók meg minden alapján. A videók meg minden alapján, érted? Úgy megítélni nem lehet embereket. Egyébként tehát nyilván nem olyan, mint ahogy a reflésem az az ember, aki állandóan promozza magát, érted, a valóságban. Én azt el tudom képzelni, hogy a Refplay olyan ember, aki állandóan promozza magát a valóságban. Szerintem ez valahogy így belülről fakad, különben így... You've been. You've been. Na most azt is meg lenne csinálni, hogy amikor valaki donált, hogy megszól, diszkó legyen, érted? Villódzó fény. Diszkó. Nem nálad, nálam. De azt mondaná, hogy Alexnél lekapcsolná valaki. Igen, a villanyt. Igen, beállítanád, hogy nálam. Ugye hát volt az, van az, hogy meg tudják szólni, másnak az okos izzói tudják kapcsolgatni, nem? Volt valami ilyesmi. Hát ugye az okos autóknál jöttek ez elő, hogy eléggé sebezhetőek voltak ezek a cuccok, de szerintem azért a nagy részét már update-elték. Azért kipacselték szerintem azóta. Igen, ez ugye amikor bejött, hát simán voltak olyan, olyan hűtők, meg olyan cuccok, amiken így nulla védelem volt, de tényleg nulla védelem volt, és akkor csodálkoztak, hogy így miért kapcsolt be, meg ugye itt igazából az veszélyes. Feri, kim beszél a hűtő? Ja, mondja, hogy nagy tejet, nagy tejet. A kamera az okos tévéden, és a hálószobában van, akkor, és akkor ki volt olyan, hogy de szerintem még mindig megvan az a site, hogy valami több 10 000 IP kamera, ami igen. És ott váltogathattál, és ilyen random emberek, meg random helyek, azért az, na. Nem változtattak jelszót. Arról szólt az a játék, amit a múltkor mutattam, a Do Not Feed the Monkeys. Ah. Pont ugyanerről szólt, hogy azzal foglalkoztál, hogy mindenkinek kellett irkálni le az utcait. Jó, de hát ez a való élet. És ezt én néztem annak idején, és tök érdekes volt, hogy mennyi ember van, aki egyáltalán nem változtatott jelszót, és hogy miket csinálnak. Ugye bevásárlósból jöttek haza, akkor volt, aki a tévét nézte, de tehát hihetetlen. Durva egyébként. Meg ugye az, hogy egy átlag felhasználó ezt megveszi, és ilyenbe bele se gondol, tehát föl se merül, hogy esetleg ez gáz, vagy ebből lehet problémája, mert úgy van vele, hogy hát eladták, csak azért adták el, mert jó. Aztán közben meg így, dehogy. Korán sem. Ja. Korán sem jó, ráadásul. Na mindegy. Tehát még hogyha csak például nálunk itthon van biztonsági kamera, az is ugye így van. Chimney Cake! 5 hónap! 5 hónap! 5. hónap? 5. hónap, igen, és lassan csinálni kell, hát nem lassan, szerintem a hétvégén megcsinálom a 6 hónapos badge-et. Mindenképpen. Meg Alex csinálja már egy Alex fejes. Azt mondtam, hogy megcsinálom hétvégén, aztán... Nem is ott mondtál ilyet! Hát de csak ma. Igen, 3 hónapja. Nem voltál ott. Ja, ma nem voltál ott. Jó, oké, csináld már meg, és én is megcsinálom. És utána... Mondtátok, hogy kell egy az én fejemmel. Igen, mindenkinek a fejével kell. Ilyen sápnámos mondtam én, szerintem az mehetne, mert azt nagyjából Alex találta ki. Azt a mémet. Jó, kitalállak majd én téged. Jó, köszi szépen. De jó, hogy kitalálsz bennünket, akkor én már nem kell magunkat engem kitalálni, tudod? Milyen jó lesz. Igen, magunkat megcsinálni. Magunkat, téged is kicsinállak, te megcsinálós fiú. Kell a fejed mindenkinek, Alex. Jaj, de jó. Na és nézzétek meg! Elment a monitorom, nem tudom megnézni. Az árut. Nézzétek meg az árut. Interaktív termék bemutató a Typo-val. Kaptam egy ilyen Venom. Tehát kaptam egy csomó Venom cuccot, nem tudom, most így nagyon bevadultak. A Venom az milyen márka? Hát...
Egy szebb jövőért. Egy szebb, egy nagyon jó áru. Ez a, várjál, hogy mondjam. Ez a, az után gyártott cuccoknak a király, a Venom gyakorlatilag. Aha. Van egy ilyen stereo headset. Ez, hogy ez után gyártott? Hát, na, mutatom. Tehát van ilyen PS4-es dokkoló töltő. Tehát ebből van gyári, mit tudom én, 85 ezerért, és van a Venom, nyilván kedvező áron. Uh-huh. Ja, értem. És árulnak akkumulátort, meg minden, de meg hát van olyan is, ami a polccal, tehát ilyen játéktárlóval. Kicsit ráborult van a polc. Na ez tök jó, ezt majd meg fogom tekintgetni, ezeket fogom megnézegetni. Meg hát van ilyen töltőállomás, van Xboxos is, ami azért nem rossz, mert tehát PS4-esből például nekem nagyon jó lenne, mert hogy lemerül állandóan. Ugye a level a controller, az Xbox-nál kicseréled, viszont kaptam, most hogy hívják ott is, akkumulátort, ez is Venomos, majd lesz róla videó, meg tesz meg minden. Ugye nézzétek meg a Venomos termékeket, hogyha Kaveri beteszed a cuccba a Venomos cuccokat, aha, ugye a konzol szerző oldalá, igen, a show notes-ba, tedd már be. Mindjárt, hát mondjuk nem tudom átküldeni a linket, de... Tedd már be! De mindjárt mondom neked, hogy... Hogy tedd be. Ajjaj. A Sonic. Mi az? Ja, semmi. Fú, várjunk csak, mit felejtettem? Elfelejtettem valamit. Elfelejtettem elmenni a... Hát még vagy két... Vagy múlt héten? Elfelejtettem elmenni egy helyre, beállítani egy programot. Most jutott eszembe. Na baszki. Na és így most így elindulnál, vennéd a kabátodat. Ne, nem, nyilván majd valamelyik nap jövő héten. Mert hogy holnap ugye, hogy hívjákra megyek? Minek hívjákra? Szemfenékvizsgálatra megyek, és hát egész az nap... Az durva lesz. Kösz. Ami nem tudom, nem voltam soha, de... Hát annyi, hogy cseppentenek a szemedbe, és így... És így hát kérdeztem Bernadettet, hát hogy? Hát be fogom csukni a szemem, hát én az ilyet nem szeretem. Azt mondta, hát a doktornő majd 2 wattával így kifeszít, és belenyomja. És hogy 20 percenként cseppent 3-at-3-at, és utána gyakorlatilag akkorára tágul a pupillám. Mint a pilótakkel. Mint a pilótakkel. És hát egész nap homályosan fogok látni. Hát azért egész nap nem. Typo holnap nyomni fogja a Vax streamet. Ja, hát ez a terv egyébként, hogy Vax, Vax stream lesz. És a Donald gyűjtő Vax stream. Új szemre. Új szemre, hát nem tudom. Azért picit be vagyok parázva. Meg rímel is, új tudom. Szemre iszom. Új szemre iszom. Mint valami rap szöveg. Új szemre iszom. Iszom. Kösz, Kaveri, már így is, igen, már így is ki vagyok tőle. Tehát azt tudni kell, ha én megfázok, akkor már végrendelet. Tehát az van, hogy én ezeket annyira... Na, ne paráljál! Nem, tehát annyira ne nem... Ne paráljál! 2 deci vörösbor, meg 1-2 dab. 1-2 dabot, dupla dabot letolod, vége is van ez az egésznek. Eszmeralda, így van, én leszek az Eszmeralda. Te lesz a Böszmeralda. Böszmeralda, tehát... Kicsit túltoltuk ezt az... Na mindegy, hát oda megyek holnap reggel 4-1-8-ra, úgyhogy az el fog tartani ilyen 10-ig, aztán hát mint a... Tehát Bernadett lesz a vak vezetőm, tehát ilyen segg... Tehát így ő fog hazahozni, pórázon. Bírom, hogy azzal kezdett, hát ilyen segg. Igen. Mi segítő, te? De ezt mondtad. Ezt mondtad, hogy átjön. Te majmok vagytok. Úgyhogy pórázom. Te mondtad. Pórázom hazavezet, és itt fogok feküdni az ágyba. És jajgatni, hogy megvakultam. Ez lesz. De érted, tehát, hogyha homályosan látsz, tehát semmit sem tudok csinálni. Mit fogok csinálni? Gaming-ez, elmész hát homályosan fogsz látni. De nem, egyébként nem fog az olyan sokáig tartani. Tehát azért ide, hogy nem fogsz belehalni. Túl lehet azt élni. Na hát jó van. És elmész rankedezni. És így ízé, ilyen plat, mivel? Másnap látod platba fölött. Másnap látod, igen.
Ja, ez ilyen valós, nem? Hogy így ez így előfordul, hogy így fél vakon nagyon... platból leved magad. Azt mondja az úr, ha holnap tényleg lesz vak stream, akkor üzenem Ghostmannak, hogy holnap nem lövünk. Vak stream! Itt van az a csávó, a Basically Homeless, vagy mi a csatornája neve? Sand van, hogy így játszik minden, tehát úgy rainbowzik, hogy így... A Basically Homeless, azt hiszem homeless, igen. De ilyen kormánnyal, V-kontrollerrel, iszonyat vicces az egész. V-fit paddal játszott a múltkor. Igen. Rainbow-t. De és nem rosszul, tehát ami a poén benne, hogy... Hát ember rendes, meg izével a Nintendo-s Power Glove-val, még a NES-re, tudod, az a kesztyűvel. Csak ott irányította így össze, viszont egy órákig gyakorolt, mire egyet tudott tölni. Mondta, hogy az a megalázó pillanat, amikor megölnek egy Nintendo Power Glove-val. De hogy azokat honnan szedi elő komolyan, én nem tudom. De az vicces az a csávó nagyon, bár csomóan fikázzák, most csinált egy ilyen videót, mert ilyen elég piros a szája tényleg, és így mondják. De mire majd bármi fikáznak, azt mindent így magára vesz, és így felveszi, az a legjobb egyébként, ami... Igen, és akkor így, hogy a piros a szája, és hogy ilyen, és akkor előszedi a kommenteket, hogy ilyen piros szájat életemben nem láttam, és akkor tot direkt rájátszik. Igen. És ilyen marra vicces lesz tőle az egész. Na, izit, azt bírtam azt az ötletet, mikor, hát tudod, a map elején mindig megy a drón a Rainbow Six-be, és akkor a kormánnyal nyomta, izit. Igen. A drón. A drónt király, azt ott versenyezte. És így ölt valakit, hogy így tekerte. Igen, tekerte meg, mert mikor drónnal versenyzett, akkor oda animálta, hogy izé felvette a power-upot, érted? A Nintendo-s power-upot, az kijött az acoga izére, a jégerre. Kipörgette az izéből, a Mario Kartból. Ügyes a srác egyébként, de hát meg is látszik a csatornán is, meg feliratkozó számban, meg mindenhogyan. Ja. Mikor felment a Dark Webre, most rendelünk doboz. És akkor ja, igen. Nem szabad, hogy a kamerát azt takard le, és akkor megfogta, azt ide csíptette az izére itt. És akkor így a két szeme látszott. A Dark Web. És akkor ilyen full fake, ilyen kesztyüket felvett meg minden, de így... Iszonyat jó volt az egész. Ügyes az a srác, amúgy. Ti miket szoktatok egyébként így nézegetni? Már most, hogy feljöttél, na azt oké, azt szoktam én meg te, de miket szoktatok így, mikor így másik monitoron megy, azt csináltak közben valamit, vagy ilyen, miket szoktatok? Mikor? Hát mondom, csinálsz valamit a gépen, és akkor másik monitoron, ja, mint a tévé szólna, szól valami. Én nem szoktam, én nem tudom úgy. Én szoktál, elkabúzzál, valaki megnézte, láttam, beléptem a Geekbox-szal, és valaki megnézett egy videót, és még eszembe is jutott, na hát biztos te voltál az, hogy de csak háromnegyedig. Mit háromnegyedig meg? Nézted meg, hogy valamilyen trash volt, ja. De onnit tudom, hogy nem én voltam, mert én azt nem néztem még soha. De feliratkoztam most rá. De igen. És nem. De hogy mi is volt, várjál? Na, megmondom őszintén, most hirtelen nem ugrik be, de valami autós. Valami autóstuff. Micsodát? Mit néztem? Nem tudom. Ezt a váltót nagyon utálják az autósok, pedig milyen jó vagy. Valami nem, nem, azt nem néztem, címe. Nem néztem meg. Meg se néztem. Én arra, hiszem, rá... Tehát az csak úgy volt, hogy átléptem a Geekbox-be, és az volt bent. De nem néztem meg. Ja, átléptél, persze. Na most fölmegyek tényleg a csatornán, és akkor mondom, hogy mik vannak. Hát Rainbow, már nézem, Rainbow, Rust, Rainbow. De nem Rainbow, az Rainbow. Te, hogy mit néztünk a Geekbox-a. Na. Hát a... Cibóklánc. Az a Cibóklánc. Azt mondjuk, igen, én is megszoktam. Igen. Visszatértem, Ádám! Na, a trollfoci, hát a trollfoci tutit te nézed, az 100%. Rátok is tartozik!
Azt szoktam biztos nézni a troll focit, de hát már régen néztem, nincs idő. Fortnite Battle Royale gameplay trailer. Ádám mobil. Ádám mobil. Valami ex-alkoholista narkós csávónak a az kőkemény, igen. Itt van, megvan Turi Tamás. Turi Tamás, hát őt, de ő nem trash-e, Turi Tamás nem trash. Figyelj, van, igen. Vagy, hát egy csomó feliratkozója van, érted, 20-30 ezer feliratkozója van. De minőséget sem, fogképe, igen. Az a jó fajt, azt imádom azt a videóját, tehát kevés van olyan, amit bármikor megnézek, de nevetek, de az azért jó, mert az, tehát az nem úgy trash, hogy szar, hanem vicces. Igen. Tehát ki az, aki 100 forintos újságban nézeget, ilyen rohadt jó volt szerintem. Egyébként vannak jó videói, de most így lekattintottam ezt az új PC unboxingot, és akkor így mondott közben, hogy nem trash, és akkor nézem, megjegyzések le vannak tiltva ennél a videón. Mert neked, hát igen, nyilván. Azt nem néztem még meg. Fogkefe. Csat, ugye? Amúgy én is nézegettem, csak aztán átadta a csatornáját valamilyen önelégült fickónak, aki ilyen ateista tanokat hintett. Hetente és egyszer. És akkor így, vagy hetente egyszer, és akkor úgy voltam, na jó, én erre nem vagyok kíváncsi. Átadta valakinek a csatornáját, hogy heti egyszer oda streamelhessen, és figyelj, én azért nézem egyébként a Tamást, mert egyszer, hát nagyon régen évekkel ezelőtt találtam rá, hogy kibontott valami monitor, de akkor még te úgy nézett ki, mint Jézus. Ahogy nagy szakáll, nagy haj, és így beszélt, hogy munkaajánlatok, meg esti nyugi, meg feküdt ott az ágyba, hogy beszélt, azt mondja, eszek egy kis sósat édessel, és néztem, ki ez a csávó, és hogy most van amúgy munka, nincs munka. Ilyen Herbie, csak nem annyira alpári kivitelben. Tehát nem egy hülye ember egyébként. És akkor utána nyomta a szöveget, és nézegettem a videót, és hát utána mondom, jó, oké, feliratkozok, nézegetem. És ugye egyszer csak levágta a szakát, levágta a haját, elment dolgozni, és akkor mesélte, hogy milyen betegsége van. És kitalált betegségei, nem? Hát az nem kitalált betegség, az alapbetegsége. Az nem kitalált. Ja, jó, oké. Tehát az... Már mint tudod, minden videós, mi az? Pánikbeteg. Pánikbeteg. Tömegiszonyos. Nem, tehát ő nem az, ő nem tömegiszonyos, nem pánikbeteg. Neki az a Crohn-szindrómája van, tehát az nem kitalált. Az mondjuk ez. Ő azért néz ki úgy, ahogy, tehát azért olyan vékony. Aha, az mondjuk, az egy borzasztó dolog. Hát, ugye az ilyen gyomorgyulladásos történet. Hát igen, ilyen beles dolog. Na mindegy. Szóval utána nézd meg, hogy teljesen hogy összejött neki a dolog. Volt nyaralgatni is nézegettem, volt angolt tanult. Úgyhogy... Tehát elment azért... melóhelyre, nem? Na persze, elment dolgozni, igen. Én az unboxingét bírom, mert ilyen értelmesen... Nyilván nem egy Tech 2, érted? Vagy nem egy Geekbox, tehát... Nem. Vagy egy konzolok szervize, hogy azt mondhatnám. De... Hát a gyakorlatilag a villany kályhán csomagol ki mindent. Igen, viszont szerintem pont ez a varázsa. Igen. Csak mondom, amikor átadta annak a csávónak a csatornát, akkor úgy voltam vele, hogy már csak azért sem, azt az önelégült magyarázást, amit ott végtolt az ember, az jaj, ne. Tehát ezt nem, ezt én nem komázom. Hát, de mindegy, tehát de mindegy. Tamást azért így követem. Na és akkor itt én H3, azt Alex óta, ezt ő ismertette meg velem. Műpillangó. Iszonyatosan bírom azóta. Az H3 az nagyon király. Fage free. De tényleg, az mondjuk most volt, hogy belekötöttek a Hilába, vagy hogy hívják a csajt? A Hila. Nem az, hát az volt benne, érted, és akkor a gyerek azt mondta, hogy mondjuk az egyébként, tehát így végig gondolom, milyen szomorú egyébként így. Ott, mert van az a csáv, az a Hyper Rappel, a Rise Gum, és ez volt a lényege, hogy csinál ilyen videókat, ahol így másoknak beszólogat, azt akkor mondta, hogy hát ezért annyi pénze van ennek az Ethannek, miért nem szerez magának egy normális nőt? Mondja úgy, hogy Ethannek van 10 éve egy feleség, aki most terhes. Érted? Miért nem szerez magának egy nőt? És így valaki odaért, hogy azért képzeld már rá, hogy milyen szomorú életfelfogás az, hogyha pénzed van, akkor veszel magadnak nőt, és ez a boldogság.
Ez azért, ez úgy megütött, hogy nem? Boldogság. Yeah, amikor... ez olyan szomorú, hogyha valaki így gondolkodik. Amikor megismered, érted azt a nőt, akivel érted, így komolyan tervezhetsz, akkor jellemzően nincs pénzed. Érted? Tehát ha van pénzed, nyilván sok mindenkit meg tudsz ismerni, meg a népszerű vagy, amikor nincs pénzed, akkor fogod megismerni azt. Mert de ráadásul ezt úgy fikázta le, hogy ráadásul még veterán is a csaj. Tehát, ja. hogy izraeli hadseregbe szolgált, hétköznapi. És akkor unalmas a csajod, mondja a feleségének. Tehát ez hihetetlen, és akkor erről... Úgyhogy előtte azért alakult ki a konfliktus, mert a csávó, ez a, aki beszólt, ilyen gamblinget reklámozott. A sajátját, ugye? Ez nem a sajátját, ez az, amit a Logan Paul is... Ez az, amit tudod, hogy 0,15% a esély, hogy nyerj egy házat, és akkor kiderült, hogy nem annyi. És ott volt egy mansion, 250 millió dollár, és akkor kiszámolták, hogy kb. Ilyen évekig 7500... Le kéne, hogy legyen a izé, hogyha ennyi lenne azért, ilyen 0,15 dollárba. De egyébként izé, tehát de ezeket a videókat, amikor ott volt a nagymamás, meg a beleszerettem az autómba, jó, ki tudja őket parodizálni. Meg a izé is ott volt ez a gyere a gazíbóba, és tönkreteszem a lányom életét stream, és akkor végén elmentek a gazíbóba, újra csinálták, és rendesen ott volt a faterja, meg a muterja, itt önnek. Are you crazy? Are you out of your mind? És így beszólt neki a családja, de tök jó arc szülei vannak, hogy így beszálltak a buliba, és akkor mindenki eljátszotta, hogy el kell mondanunk, hogy te nem vagy igazából a mi gyerekünk. Örökbe fogadtunk, és most kell, és akkor utána így mondja neki a haverja, én sem vagyok a barátod, csak nem tudom, hogy mi, és akkor mondja a felesége, én sem vagyok igazából a felesége, csak nem tudom, hogy beépített ügynök vagy mi, és akkor... Ő volt, és kasszott, hát de 10 éven keresztül, és mindig megmondták, hogy mit mondj, szex komolyan közben, és azt mondja, komolyan veszem a munkámat, hihetett, hogy azt hinnéd, hogy járnék veled, I'm a CEO. Mert hogy neki kellett lennie a CEO-nak, mert ugye adnak el ezt a Teddy Fresh-ös ruhát, és egyszer csak a PayPal így bezáratta az egész bolt. Jó. Azt mondják, hogy van Shirley, valami idős néni, gamer nagymama. Az igen. Nagyon aranyos. Na. Én ezekkel úgy vagyok, hogy így ez ilyen... És majdnem mondtam valamit. Hogy... Nem aranyos egyébként. Hát oké, nem. Aranyos, de most ezt aranyos, nagyszerű. Olyan, mint a női foci. Most elnézést minden csalától, aki focizik, nagyon aranyos. Jó, oké, coverit le kell némítani. Coverit most kell lenémítani. Hú, ilyen átmentem ilyen forrazva. Tudja, mint a boratban, hogy mikor látom, hogy a nők, érted, mikor a nők ugye egyetemre járnak, mint hogyha a majmot korcsolyázni tanítanánk, ugye? Ott volt ilyen, amilyen te vagy most. Nem tudom ki, hogy nézd, ki akartam rég próbálni. Figyelj, most volt az első nő, aki ugye Rainbow Six-be is bejutott a legjobbak közé. Ja, volt ilyen is. Igen. Na, a másik, akit most láttam, és tökre jó videót csinált, az Armfield, képzeljétek el. A Drake Malos videója. Hát hallod? Uh-huh. Bepisész. És mondja, és így kiszól mindig oda, jó lesz az úgy, hogy nem baj, hogy csak, tehát, hogy nincsen 18 év fölötti néző, nem baj? Á, nem, úgyis mindegy. És akkor tudod így kipörgeti, aztán nem jött ki. Nem jött ki. Ez mindjárt fölhívom őket. Figyeljetek már, hogy ez nem jött ki. Hogy másodjára? Ne legyen föltő. Jó. de haláli volt, és mindig kiszűrt, hogy most akkor játszam el, hogy várj, hát ez nem lesz az úgy gáz. Á, nem elhiszik. Ó, de jó, és egy autót. Akkor az autó a Tesla? Tesla? Jó. És a végén Teslát nyert, tehát haláli. Hihetetlen. Jól megcsinálta, így nevettem rajta, hogy hát tényleg, tehát, hogy kifikázta az összeset gyakorlatilag, és Teslát nyeretett magának, tehát ez hihetetlen. Ezt egyébként én csodálkozom, hogy ezeknek a nagyobb... És akkor így írta, hogy hát feltöltöttem, és akkor így feltöltöttem a videót, és az utalás, az mikor jön? És így kisorsolom a
tévét nyert, és akkor kisorsolom a tévét, meg... botrány. És akkor alatta a komment, szerintem ez meg volt játszva, nagyon látszott, hogy Anfield is... Nem mondod. Tehát azt akartam mondani, hogy azért én azt hallottam, hogy ilyen 50-100 ezer forintokért csinálták például ezt a mystery boxozást is itthon. Aha. Volt, aki pénzt se kapott érte, csak ezeket a kínai vacakokat megkapta, azt, amik benne voltak, tudod. És hogy ez azért ez gáz. Ez gáz. Hogy ami tényleg ilyen szerencse, tehát eleve ami szerencse játék, azt nem is lehetne ugye nyomatni. Nem. De az, hogy ráadásul ugye kiskorúaknak is megy ez, és ugye egy tizenéves, az nem biztos, hogy olyan szinten tudja ezt a dolgot értelmezni, érted? Most egy 11-12 éves gyerek, és tök jó. Most ennek van a... Most volt a tavaly volt a, ez volt a lényeg, hogy a gyerek gamblingek éve, mert ugye már tavaly teljesen fullba nyomták az e-gamesnél mindenhol ezt a mikrotranszakciót, és hát ugye az volt belőle a probléma, ugye, hogy hát alapból a gamblinghez 21-nek kéne, hogy legyél minimum, vagy minimum 18-nak, mert ezek életeket tesznek tönkre ezek a gamblingek, tehát a gyerekbe meg ne neveljük már bele azzal, hogy rögtön azzal kezdjük 13-4 évesen, hogy gambling. De és úgy, hogy nem is tudják, hogy az az, tehát hogy szerencsejáték. Nyissál valamit, igen, és mit? Mit fogsz kinyitni? Nem tudod. Érted? Köszönjük szépen, Kirokicsó. Alex, legyen már Kuena. Következő kérdés. Alex, Kuena mikor lesz? Alex, nem tervezel már Kuenét? Alex, olyan jó lenne már egy Kuena. Alex, nem tervezed, hogy Kuena legyen? Alex, rohadj meg, mikor lesz Kuena? Ez az utolsó kérdés, szerintem. Megverlek. Úgyhogy ezért, hogy nyitod, szépen. És nem tudod, és ezért kötelezték őket, hogy tüntessék föl, hogy minek mennyi az esélye, hogy kinyisd, mert ez így nem normális. De az se igazi, tehát ennek is az volt a lényeg, hogy feltüntették, hogy mennyi az esélye, csak éppen rohadtul nem annyi volt az igazi igen. Szám. Tudom, hogy írva, hogy a nagy mansion, Dick Zsamo. Kirocsikó még Twitch-elt is. Nyomjad neki, Alex! Tehát, hogy oda volt írva, hogy 0,15%, és így kiszámolták, hogy gyakorlatilag 7500 dollárba kéne, hogy kerüljön egy darab játék, egy darab pörgetés, hogyha tényleg ennyire. Na mindegy, hát és ezek a zsákok, és a YouTube-on, tehát aki akart pár ezer nézettséget, az rendelt egy ilyet, tehát 30 ezerért, vagy mennyiért, és kicsomagolta, és hát hihetetlen. Ez nevetséges, tehát hogy ilyenhez adnám a nevem, hát nem. Én nagyon várom a magyar Logan Pault. Én nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz pár év. Mert általában késünk 2 éve. Tehát, mit, hogy ilyen kőgazdag lesz, és akkor úgy hát így... Hát valaki kőgazdag, aki elkezdi tizi nagyképű Nordibán, és sokan fogják szeretni. Ezt mármint azért mondom, mert általában, ami YouTube-on megtörténik, Amerika nagy botrány lesz, majd mire lemegy, akkor jön be nálunk. Tehát mindig egy 2 év csúszás van köztünk. Igen, csak ott lehet nagy pénzeket keresni, szerintem olyan szinten nagy pénzeket, hogy érted, hogy beköltözik egy ilyen hatalmas nagy villába. Itt... Hát ez ugyanez kicsiben meg tudja itthon is csinálni. Hát de mi, beköltözik egy albérletbe egy izé? Hát annyi, hogy nem villában él, hanem akármi. De hogy maga ez a nagyképű stílus ezzel a szar rappel, amit nyomottak ott a Logan Paul-i. Van több is. Van, de azért ekkorát nem robbantak, már jó, nyilván nem az amerikai színvonalban, de hogy olyat, hogy itt menjen nálunk is a tévé. Engem tudod, mit idegesítenek? Nagyon a YouTube-ba, hogy állandóan minden hülye úgy gondolja, hogy zenét kell csinálnia. Én csinálok majd zenét. És nem az a probléma, hogy tehát amikor komolyan veszi, tehát amikor elhiszi, tudod, hogy az egy... Például van ez a gyerek, ez a... I'm glossin'... Nem, az a flosszolós gyerek. Ki a fene? Hát most megy az a sárga színű háttér előtt állnak a hülye gyerek. De annak van egy videóklipje már. Foglalvasítja, hogy mi az. Hát ne is. Jobb is. Nem az, hanem majd lesz majd zeném. Igen. Igen. Ott van az instrument.
Hol? A hátam. Ez egy ja. Zongi. Igen. Úgyhogy lesz majd, rappem nem lesz, mert az a baj, hogy abban nem lehet az autokorrekt, vagy a, az autotunert nyomatni az R-rel, mert ott nem hangzik jól, úgyhogy ott akarok mindenképp, ahol ilyen nagyon profi hangok vannak, és akkor megcsinálom nagyon profin, csak annyi, hogy a hangomat majd egy két állítgatni kell, és úgy fog szólni majd, mint egy izi, mint a GLaDOS a Portál 2-ben. Jézusom, Alex. Nem, akarok majd csinálni egy ilyet, de hát nyilván nagyon komolyan lesz gondolva, hogy az összes kontentem eszemben komolyan van, de annyira, ez is kb. Ennyire lesz komolyan gondolva. Úgyhogy, mint a Survivor, hát majdnem érted, belehaltam a hidegbe. Hát azért érted? Hát ez borzalom volt, kegyetlen volt. Kaveri egyébként hallunk, tehát így nem látunk, de hallunk, tehát... Nem tudom, mi volt a terv, de mutold le Kaverit. Vagy én mutoljam le Kaverit? Nem kell, nem, mert akkor nem tudjuk, hogy mikor jön le vissza. Ja, és így lemutoltunk volna, és nem érdekel. Nem érdekel, jó, dumálhatsz a fenébe. No. Alex, ha megrendelem az albumot, aláírod, nyilván. Hétvégén. Kiadom majd kazettán. Spotin, ja kazin. Kazin. Kiad, meg minidiszka. Meg VHS-en a klippet. Majd írok a Vivának. Amúgy csinálhatnánk ilyen videóklippet. Z plusznak. Hallod, nem csinálunk egyszer egy videóklippet? De ennek a zenének csináljunk videóklippet. Melyiket? Amit Alex most csinál. Nem akarsz egy videóklippet is hozzá? De akarsz. Hát az sem biztos, hogy meg lesz a szám vala. Ezt most csak úgy mondtam, hogy... Legyen már meg. Van. Ja, meg egyébként floppy-ra is adjuk ki most itt az a kérés. Hát olyan van, a floppy is az ki, van. Nagyon rossz lesz. Tehát akkor már easy laserdiscen, tudjátok, az a nagy lesz. Igen. És kell hozzá laserdisc player. Persze. Ami ja, Magyarországon nem lehet lemezem. Hát a bakeliton adnak ki, tehát a bakelitnak reneszánsza van. Az meg. Ja, úgy gondolom nem egy olyan túl nagy piac, de... Gondolom, most már elég sok van, mióta bejöttek ugye ezek a... Izék, USB-sek, meg hangkártya kompatibilisek. Te jöttél be. Van, aki szereti. Te meg be is jöttél. Na jó, van még témánk. Szerintem ennyi. Menjél, Kaveri, menj, hagyj itt minket. Hát el 10 óra. Szaladj el. Gyakorlatilag... Nem, hát a jó témánk. Szaladj! Na, menjünk. Hello, stop. Hey, Google. Turn the light off. Okay, turning off two lights. Szevasztok.